Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Szemét, ürülék, hangoskodás. Összefogással tesz rendet a város a szekszárdi újvárosi bolt környékén. Összefogtak a rabok, rászorulóknak segítettek a szekszárdi börtön fogvatartottjai. 150 éves a magyar állami tanítóképzés. Tudományos konferenciát szerveztek a szekszárdi egyetemi kampuszon. Majális és májusfa. Tolna megye szerte megünnepelték május 1-jét. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Szemét, ürülék, orfacsaró bűz és hangoskodás. Ez jellemzi évek óta a szekszárdi újvárosi bolt környékét az ott lakók szerint. A helyiek évek óta küzdenek azért, hogy a játszótér és környékén kialakuljon a rend, és ne az élelmiszerboltban és a dohányboltban vásárolt alkohol elfogyasztására használják azt a területet a fiatalok és a hajléktalanok. A város képviselőtestülete most úgy döntött, a rendőrséggel, polgárőrséggel és közterületfelügyelettel karöltve növeli a közbiztonságot és megszünteti a jelenlegi áldatlan állapotot a város több pontján. Játszótér mellett fekvő hajléktalanok, alkoholizáló férfiak, eldobált üres italos üvegek, cigarettacsikkek, ürülék. Ezeket a felvételeket a szekszárdi Kadarka utcai lakótelepen élők készítették azért, hogy bizonyítsák, milyen állapotok uralkodnak a lakótelepen, és mit kell elviselniük hosszú évek óta. Még ide pisilnak. Erre most már rádobáltuk a levelet. Ide járnak dolgukat elvégezni a játszótéren és a padokon italozók, mutatja az egyik ott lakó asszony. A közös képviselő azt mondja, napi szinten takarítanak a szemetelők után, és előfordul, hogy félve mennek haza az idősek, nehogy beléjük kössenek. Hát azért itt nem lehetett, most azért el lehet már jönni, így is félünk mi idősebbek meg pláne. De azért most lehet, hogy több rendőri intézkedés volt, de azért annyira már nem voltak, hogy mondjam, szemtelenek. Hogy egyáltalán pénzt kérjenek, hogy egyáltalán az időseket állandóan indultálják. A lakók azt mondják, 4 éve a dohánybolt megnyílása óta áll fenn ez az áldatlan állapot. Látjuk azt is, hogy a hivatal által működtetett emberek, a területfelelősök munkaideje olyan, amit könnyen kikerülnek, éppen a dohánybolt vendégei, aki ezeket a dolgokat csinálják. A dohányboltot üzemeltető cég vezetője kamerán kívül annyit közölt, ők arról nem tehetnek, hogy a náluk vásárolt termékeket hol és hogyan fogyasztják el a vásárlók. Ők törvényesen működnek. Gyurkovics János, a városrész önkormányzati képviselője azt mondja, azért gyűlik össze ezen a területen ennyi dohányzó, italozó ember, mert a közelben egy élelmiszerbolt, egy dohánybolt és 2 iskola is található. A fiatalok így nyomják el a cigarettacsikkeket. Sokan ráadásul a dohányboltban megvásárolt italokat a Kadarka utcai lakótelep szélén fogyasztják el. Az itt élők többször jelezték a problémát a hatóságok felé, és történtek is lépések a közbiztonság fokozása érdekében, de azt mondják, nem voltak elég hatékonyak. Problémájukat jelezték a város vezetésének is, arra kérve őket, tegyenek rendet a Kadarka utcai lakótelepen. A közgyűlésen is erre határozat született, hogy május 31-ig megvalósul itt egy intézkedési terv, amivel megpróbáljuk ezeket a ezt a megoldást megoldani összefogással. Ez egyelőre annyit jelent, hogy a rendőrség, polgárőrség és a közterületfelügyelet együttműködik egymással, és rendszeresen ellenőrzik majd ezt a területet. Sőt, egy kamerát is fel fognak ide szerelni. Továbbá ennek a területnek is lesz egy körzeti megbízottja, akit lehet keresni, ha rendőrségi intézkedés szükséges. 60 kg tartós élelmiszer gyűjtöttek össze a szekszárdi börtön fogvatartottjai a helyi családsegítő központ ügyfeleinek. A rabok egy megdöbbentő élmény hatására kezdtek jótékonykodni. Egyszer az egyik társuk egy beszélő alkalmával a benti élelmiszer ellátmányból próbált egy konzervet kiadni a hozzáérkező hozzátartozójának. Egy fogvatartott társunkon egy beszélő alkalmával vettük észre, hogy megpróbált kiadni májkrémeket.
Egy konzervet próbált a börtönből kijuttatni az egyik hozzátartozójának egy rab. Ez tilos, és a falak közötti életben büntetés jár érte. A társai viszont megsajnálták a nehéz anyagi körülmények között élő rab családját. Gyűjteni kezdtek neki, így indult hónapokkal ezelőtt a jótékonysági akció. Beleképzeltük magunkat a helyzetébe, hát ugye mi is átéltük ezt, és szinte minden elfogy. Az előzetes letartóztatás során nincs olyan élelmiszer, amire ne lenne szüksége egy fogvatartottnak, és ő mégis megpróbált még ebből is kiadni. A programban olyan rabok vehetnek részt, akik dolgoznak a börtönben, a bérük egy részét pedig eljótékonykodhatják, ebben a börtön lelkész segít nekik. Én azt érzem, hogy akkor van értelme ennek a tanúságnak ittben, mert én is tanulja lehetek az Isten csodájának, ami egészen pici alsó szintről kezdve épülő folyamatban mutatkozik meg. Most 60 kg tartós élelmiszer gyűjtöttek össze a rabok, mézet, lekvárt és konzerveket, ezeket pedig a szekszárdi családsegítő és gyermekjóléti központ ügyfeleinek ajánlották fel. Azon családok számára fogjuk elraktározni, akik valamilyen okból krízis helyzetbe kerülnek. Tehát nem egy folyamatos segély lesz, nem élelmiszert fogunk osztani, hanem ha valamelyik család, szexuális család olyan helyzetbe kerül, mondjuk leég a háza, vagy bármilyen rendkívüli esemény történik, akkor számukra gyorsan szükség van arra, hogy például élelmiszert tudjunk biztosítani. A szexuális önkormányzat és a városban helyet kapó börtön a jövőben is tervez közös akciókat. A mostani tervek szerint nyáron tanítási szünetben a helyi óvodákat és bölcsödéket részben olyan rabok festik majd ki, akik a fogvatartásuk ideje alatt szereznek szakmunkás bizonyítványt. Dusnokon tartott a soron következő ülését az MVM Paksi Atomerőmű ZRT által alapított és a miniszterelnökség által támogatott Jövőnk Energiája Térségfejlesztés Alapítvány. Napi rendjükön szerepelt az elmúlt pályázati időszak nyerteseinek kihirdetése a következő pályázati felhívás közzétételével együtt. A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány ülésén kihirdetések került a csaknem 2 milliárd forint összértékű első forduló nyertes pályázatai. Összesen 155 pályázat érkezett be, melyek közül 139 részesült támogatásban. Az alapítványnak köszönhetően nevelési, oktatási intézmények bővülhettek vagy korszerűsödhettek. Továbbá sportlétesítmények, kulturális intézmények újulhattak meg, vagy kerültek kialakításra. A térség számára nagy segítség volt a kalocsai és szekszárdi kórházak eszközbeszerzése. A sikeres pályázatok listája az alapítvány honlapján érhetők el. Az elnyert pályázatokon túl ismertették az új pályázati felhívást. A mostani fordulón az eddigihez képest változás történt. A kiutalható támogatási összeg 1 milliárd forint lesz. Egy település által megpályázható összeg maximum 30 millió forintra lett meghatározva. Tovább is be lehet adni kettő pályázatot, amiben 20 millió pályázat, az gyakorlatilag önrész nélküli, tehát teljes kifizetést fog majd eredményezni. Ami talán újszerűség, mert hallottunk ilyen szeleket a térségből, hogy társulásban is fognak pályázni önkormányzatok, ez nagyon támogatandó, hogy összefognak is egy közös cél érdekében. Kovács Antal, a kuratórium elnöke felhívta a megjelent polgármesterek figyelmét, hogy pályázataikkal olyan célokat határozzanak meg, amelyekkel hosszú távon tudják a térséget fejleszteni, és támogassák Paks 2 beruházásának minél magasabb szintű megvalósítását. De azokat a beruházásokat kell erőltetni most, akár azokat a tervezéseket, ami azt segíti, hogy még jobban ki tudjuk szolgálni ezt a következő beruházást. A közeljövőben közel 10 000 ember érkezik majd. Ez a térség számára nagy lehetőség, amelyet, ha jól használ ki, a következő hosszú évtizedekre is garantált az adott település jövője, jegyezte meg Kovács Antal. Másfél évszázadot repülhettek vissza az időben annak a konferenciának a résztvevői, melyet a 150 éves magyar állami tanítóképzési jubileumának tiszteletére rendeztek meg. A tanítóképzés öröksége és jelenléte a Dél-Dunántúlon című neveléstörténeti tudományos konferenciát a Szekszárdi Egyetemi Kampuszon tartották. Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani arra, amit még nem tud. És nagyobb jótétemény sem, mondottam Móricz Zsigmond. Miként épült ki hazánkban az intézményesült tanítóképzés a 19. században? Mik voltak akkoriban a vélemények a nevelői szerepről? Miként változott a felsőfokú pedagógus képzés programja az elmúlt másfél évszázad alatt?
Ezeket a kérdésköröket járta körül az a Neveléstörténeti Tudományos Konferencia, melyet a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Kara és a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottságának Neveléstörténeti Munkabizottsága közösen szervezett a szekszárdi kampuszon. A tanácskozás elsődleges jelentősége, hogy nevelés történeti előadások tükrében mutatja be, hogyan járult hozzá az intézményesített tanítóképzés a dél-dunántúli régió kulturális, társadalmi és bizonyos értelemben gazdasági fejlődéséhez. A tanácskozást a Magyar Állami Tanítóképzés 150 éves jubileuma tiszteletére az országos programsorozathoz kapcsolódva rendezték meg. Előadói főként olyan oktatók, kutatók voltak, akik a tanítóképzés történeti irányból vizsgálták, és arra próbáltak rávilágítani, hogy a régi modellek mennyiben lehetnek alapjai a kortárs reform pedagógiáknak is. A hallgatóság soraiban az érdeklődő szakmabeliek és a jövő pedagógusai is ott ültek, akik a múlt hagyományaiból okulva fogják majd tovább építeni azt az örökséget, melyet Eötvös József, az első népoktatási törvény atyja hagyott ránk. Közel 30 esztendő telt el azóta, hogy a Kodály módszer alapján a gyerekek zenei nevelését segítendő elindult a Ringató című sorozat. A kitalálója Gró Ilona, az akkori Íj és Gyula pedagógiai főiskola tanára volt. A program a Kodály módszer felhasználásával segíti a szülőket a kicsik zenei nevelésében. A Ringató ezúttal visszatért Szekszárdra, ahol az érdeklődők megtöltötték a Babits Mihály Kulturális Központot. Most 118 kolléganőm van, tanítványom van, országszerte meg a határainkon túl is, a Kárpát-medencében körbe-körbe, összetartja a Ringató, a közös éneklés összetartja a magyar családokat a határainkon túl is, távolabbi európai országokban is. Tolna megye szerte megünnepelték május 1-jét. Szekszárdon retrómajjal is fogadta az érdeklődőket, kulturális programokkal, Bátaszéken a város lakóik közösen állították fel a májusfát, míg Bonyhád a sportra helyezte a hangsúlyt május 1-jén. Kötözik a szalagokat a májusfára a lányok Bátaszéken, majd a fiúk következtek. A város májusfájának felállítása nem ment egyszerűen, még a tűzoltók segítségét is igénybe kellett venni. A településen ez már hagyománynak számít, mondja Kalmár Éva, a Felvidék Néptánc Egyesület elnöke. A népcsoportok gyermek táncosai népviseletbe gyülekeznek itt a Szent István téren, a leánygyermekek felkötözik a színes szalagokat a város májusfájára, és a fiúk meg segítkeznek a helyi tűzoltóknak felállítani a fát. Az eseményen részt vett a település polgármestere, Bozsolik Róbert is, aki elmondta, a retromajálissal a régi időkre kívánnak visszatekinteni, miközben a közösséget is építik. Hát fontosnak tartjuk, hogy ezen program keretében próbáljuk a város belül a közösségi életet erősíteni, és ennek fontos állomása többek között az, hogy ezt a hagyományos majálist is megszervezzük. Egyszer ezt, egyszer azt, megláttam a hűstavaszt, egyszer azt, egyszer ezt, ahogy lassan táncba kezdem. A szekszárdi Prométeusz Parkban gyermek és családi műsorokkal, koncertekkel és játékokkal, kézműves és kirakodó vásárral várták a látogatókat a városi retromajálison. A kínálatból nem hiányozhatott például a körhinta és a kakasnyalóka sem, de a színpadi fellépők között is olyan igazi régi motorosokkal találkozhattunk, mint az 50 éves Kaláka együttes, vagy az UFO. Azért is nagyon fontos szerintem ez az esemény, mert pláne akkor, amikor hosszú a tél, és kicsit hűvösebb a tavasz, és egyébként a május 1-én már kellemes idő van, akkor az emberek nagyon nagy örömmel látogatnak ki a természetbe, és tényleg itt a Prométeusz Park egy nagyon ilyen természetközelélményt is tud adni. Szóval sok szempontból szerintem egy jó helyszín, egyébként pedig azt gondolom, hogy kiváló kulturális kínálattal találkozhatnak az érdeklődők. A résztvevők elmondása szerint a majális tényleg retro hangulatban zajlott. A felnőtt generációk gyerekkorát idézte fel, míg a mai gyerekek részesei lehettek szüleik, nagyszüleik egykori élményeinek. Mit csináltál ma itt? Kifestettük az arcomat, körhintáztam, sokat voltam a testvéremmel, vettünk játékokat. Tehát mit mondasz, szerinted miért jó egy majális? Mert sok ember itt van.
megkaphassátok a jól megérdemelt ajándékokat a mai nap nyújtotta élmény mellett. Bonyhádon is majál is tartottak május 1-én, elsősorban a sportra és az egészséges életmódra fókuszálva. A városi sportmajál is már harmadik éve rendezik meg, a város lakói pedig jól fogadták az újításokat. A közösségteremtés szolgálja, és azt, hogy a város lakóinak legyen egy olyan programja május 1-én is, ahol együtt tudnak lenni, ahol kikapcsolódhatnak, és nem mellékesen sportolhatnak is, hiszen az egészséges életmód is a középpontban van ezen a rendezvényen. Ennek jegyében szerveztük meg az idei évben is ezt a rendezvényt. A majálisozók nem csak sportolhattak, hanem több bemutatót is megtekinthettek. A mentősök műsorát nagy érdeklődés övezte. Kétségtelen, magabiztosan megszerezte a maximálisan elérhető 5. helyet a Cegléd legyőzésével az Atomerőmű KSC Szekszárd, de minimum a 4 bevárták magukat, emiatt nem lehetnek elégedettek az idei bajnoki szerepléssel. Ám az újabb Magyar Kupa ezüst, az Európa Kupában a 8 közéjutás, az odáig vezető úton elért értékes, emlékezetes győzelmek kárpótolják a lányokat, a klubvezetést a Győr ellen elvesztett bajnoki negyed döntőért. Jövőre az Európa Kupában való indulásra szereztek jogot ezzel az 5. helyezéssel. Ahogy az várható volt, a jóval gyengébb játékerőt képviselő Ceglédnek egy nagyon motivált és a Győr ellen elvesztett negyeddöntő után mindenképpen a csorba kikösörülésére törekvő KSC Szekszárd ellen akkor sincs igazán esélye, ha otthon játszik, és a majd 50 ponttal elvesztett szekszárdi mérkőzéshez képest lényegesen javul a teljesítménye. Egyébként tényleg javult, de a palánk alatti játék mindkét fontos faktorában a pontszerzés és a lepattanók megszerzésében oly mértékben alul maradtak, hogy a szekszárdi csapat a harmadik negyed végére lényegében megnyerte a meccset. Már ekkor 24 pont volt a különbség, amiből a kiegyenlített játékot hozó záró 10 perc után 21 megmaradt. A KSC Szekszárd a Magyar Kupa ezüst után megszerezte a bajnokságban még nemzetközi kupaszereplést érő 5. helyet, ami azt jelenti, hogy a következő szezonban is az Európa Kupában indulhatnak majd. Ez a város igenis megérdemli azt, hogy mi Európa Kupát játszunk, úgyhogy én szeretném megköszönni tényleg a szurkolóknak, hogy ennyire fantasztikus emberek, és tényleg kívánok mindenkinek most egy nagyon jó nyarat, hogy pihenje ki magát. Mi is kifogjuk, és jövőre újult erővel, még nagyobb célokkal, még nagyobb motivációval együtt induljunk az útnak. Teodorán Alexandra, a KSC Szekszárd csapatkapitánya az elkövetkezendő hónapokban a 3x3-as magyar kosárlabda válogatott tagjaként több rangos nemzetközi megmérettetésen vesz részt, többek között a jövő évi olimpiára kvalifikáló versenyen is. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Évente 130 milliárdot hoz a gyógyszerhamisítás. Szigorúbb fellépést javasol a szakértő. Hipermarketekben várták az ügyfeleket, külső helyszíneken is segít a NAV. Nemzetközi szakácskönyv az egyetemről, 50 étel a PTE hallgatóitól. Az egyik legjövedelmezőbb illegális tevékenység a világon a gyógyszerhamisítás. Hazánkban is a gyógyszerforgalmazás több mint 10%-a tartozik ide a becslések szerint. Ez pedig mintegy 130 milliárd forint jövedelmet jelent az itthoni bűnszervezeteknek. Bár a törvény januárban szigorodott, az ügyek száma mégsem jelentős. Ezen kell változtatni a jogi szakértő szerint, aki a Pécsi Akadémiai Bizottságon tartott erről előadást. Az Európai Unióban évente 17 milliárd euró, hazánkban pedig 130 milliárd forint kárt okoznak a hamis gyógyszerekkel. Ez látható a képen, amit a témában tartott előadáson láthattak a Pécsi Akadémiai Bizottság székházában hétfő délután. Január 1-től él az a módosítás, amely a gyógyszerhamisítást kiemelten kezeli és kiemelten bünteti, rendeli. Így hamis gyógyszerkészítés, gyógyszerhamisítást, a forgalmazását, avval való kereskedést, az ország területére kivitelt, behozatalt, tartását, és a többi, és a többi. Vagyis szigorodott a törvényi szabályozás, mondja a jogi szakértő. Azonban jelenleg nagyon kevés bűnügy van, ami a gyógyszerhamisítást, forgalmazást érinti. Pedig a szakértő szerint a hazai forgalom jelentős része érintett ebben. 13%-a is akár érintett lehet.
tehát meglehetősen nagy ez a szám. Sajnos ebben benne van az internetes forgalmazás, benne van ezekben a fitness klubokban való forgalmazás, benne van az étrendkiegészítőket árulóknak a tevékenysége. Nagyon remélem, hogy például a patikák nem érintettek ebbe, bár számtalan patikát már bezártak. Tiltott gyógyszerforgalmazás miatt például a Lánchíd patikát. A jogi szakértő szerint ezért is fontos, hogy felhívják a figyelmet erre a problémára. Az egyik kaposvári hipermarketbe várta az adózókat kedden a NAV. Közeleg ugyanis a bevallások leadási határideje. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ezúttal is elkészítette a tervezeteket, emellett pedig idén első alkalommal egy külső forgalmas helyszínnel is segítenek a szakemberek. Ez május 20-ával be fog fordulni két bevallására. Palkovics Kálmánné is igénybe vette a NAV segítségét a személyi jövedelemadó bevallásának elkészítéséhez. A kaposvári nő azt mondja, az még inkább megkönnyítette a dolgát, hogy az egyik frekventált helyen lévő hipermarketig kellett csak mennie. Nagyon jó, hogy van ilyen, igen, amit személyesen meg lehet beszélni, nem kell oda kimenni az APEC-hez, tehát ez nagyon jó. Idén először kitelepülési helyszínekkel is segítik az ügyfeleket a szakemberek. A május 20-ai határidő közelettével megtöbbszöröződik az ügyfelek száma, és ezáltal a várakozási idő is az igazgatóságon. Ezért is jelenthet könnyebbséget, hogy külső helyszíneken is várják az adózókat, de számos más módon is kérhetnek segítséget az állampolgárok. Bármely ügyfélszolgálaton és kirendeltségen, illetve kormányablakba kihelyezett NAV ügyfélszolgálati helyen május 20-áig el lehet intézni a személyi jövedelemadó bevallással kapcsolatos teendőket, rendelkezni az adó 1+1%-áról, illetve ügyfélkapunyítási lehetőséget is biztosítunk. Aki már rendelkezik ügyfélkapuval, annak csak néhány kattintás az adóbevallás elkészítése. Aki szakemberek segítségét szeretnék kérni, az a nyitvatartási időt és a telefonos elérhetőséget is a naf.gov.hu/Somogy megye internetes oldalon érheti el. Recepteket kértek a külföldi hallgatóktól a Pécsi Tudományegyetemen, majd a nemzetközi ételkülönlegességeket elkészítették. Ebből született aztán az a szakácskönyv, amit most mutatott be a nagyközönségnek a PTE. 50 étel a nagyvilágból, ezzel a címmel került ki a nyomdából a kiadvány. Az egyetemen tanuló minden külföldi diák részére kiküldtünk egy e-mailt, és szép lassan elkezdtek jönni a jelentkezések. Több ország, több kultúrából néha ugyanazt az ételt küldték be, hiszen talán az a legjellemzőbb az ő gasztronómiájukra. Így született meg aztán az a szakácskönyv, amit az egyetem adott ki. A munkáról beszélt a kötet ötletgazdája kedden a bemutatón. Jól bemutatja a Pécsi Egyetemet a szakácskönyv, mondja a külügyi igazgató. Amikor majd elkezdik lapozni, amikor belekóstolnak az ételekbe, akkor önök is megtapasztalják, ezek vagyunk mi. Nagyon sokszínűek vagyunk, nagyon izgalmasak vagyunk, és talán hát én azt gondolom, hogy a legizgalmasabbak ilyen formán, de az biztos, hogy a projekt segítségével azt el lehet mondani, hogy talán az egyik, vagy az egyetlen olyan egyetem, amelyik büszkélkedhet egy nagyon multikulturális termékkel. A receptekből az 50 ételt a Lokodi Ákos séf főzte meg végül. Neki is köszönetet mondott az egyetem vezetője. A rektornak igazán könnyű dolga van, hogy meg kell kóstolni ezeket a kitűnő kulináris anyagokat, és hát természetesen, és egyáltalán nem utolsó sorban köszönöm azoknak a kollégináknak és kollégáknak, akik ezekkel a recept ötletekkel, illetőleg hagyományos receptekkel előálltak. A bemutatón természetesen nem maradhatott el az ételkóstolás sem. 4 nemzet ételéből kaphattak a résztvevők, valamint egy desszertet 5. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Szemét, ürülék, hangoskodás. Összefogással tesz rendet a város a szekszárdi újvárosi bolt környékén. Összefogtak a rabok, rászorulóknak segítettek a szekszárdi börtön fogvatartottjai. 150 éves a magyar állami tanítóképzés. Tudományos konferenciát szerveztek a szekszárdi egyetemi kampuszon. Majális és májusfa. Tolna megye szerte megünnepelték május 1-jét.
Pénteken reggel még viharos 50-60 km/órás lökésekkel kísért szélfúj, majd a délelőtt folyamán hideg front érkezik. A napsütést erősen felhős, borongós idő váltja, és heves záporokra, zivatargócok kialakulására is számítani kell. Visszaesik a nappali felmelegedés. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk. Viszontlátásra!